Sziasztok! Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy hogyan készül a cement. A cementgyártás fontos téma. Aki nem hiszi, annak talán elég, ha csak annyit mondok. A földön előforduló anyagok közül a víz után a cementből előállított betonból használja az emberiség a legtöbbet. Utak, gátak, házak, hidak. Ahol valami épül, ott cementre biztosan szükség lesz. A rómaiak már tudták, hogy a vulkán kitörések után maradt, ásványokban gazdag hamu remek kötőanyagként viselkedik a víz, a homok és a kavics társaságában. A cement ma is természetes alkotókból áll, viszont már mesterségesen, de fenntartható módon állítják elő. Európa egyik legmodernebb cementgyárában járunk, Vácott. Itt látjuk majd, hogyan keletkezik kiégetéssel a mészkőből és az agyagból a klinker, ami már majdnem cement, és hogy milyen sok és bonyolult eljárás szükséges ahhoz, hogy a folyamat végén megkapjuk a cementes zsákba kerülő jellegzetes, finom, szürke, púderszerű anyagot. De ne rohanjunk előre, aminélkül nincsen cementgyártás, az a mészkő, úgyhogy először irány a mészkőbánya. Na, hát ez igazán durva. Jó, hát én ezt láttam már fotókon. Tehát, hogy ez az elképzelt marsbétáj, és tényleg, ez nagyon durva. És ami még érdekes, most bocs, hogy az első benyomásaimat így rádömlesztem, de hogy azok az autók az életben, ha mellé állunk, hatalmasak, és itt, amikor jöttünk le, ilyen picikék voltak, mint egy matchbox. Hát nagyságrendileg úgy kell elképzelni, hogy egy 100 hektár a bányaterület, jelenleg a 400-as szinten vagyunk. Ez azt jelenti, hogy 400 méterrel vagyunk a tengerszint feletti magasság felett. A bányaterek legalja az 380 méter, tehát innen még egy darab szintet tudunk lemenni. A teteje az 560 méter, a legmagasabb pont az a keleti oldalon található. Itt a legmagasabb pont körülbelül olyan 300 vagy 535 méter. Tehát akkor ez a fal, ez ilyen 100 valamennyi, ugye? Hát nagyságrendileg ilyen 100-150 méter között. Nagyon durva. Tehát három darab tízemeletes mondjuk így egymásra téve. Igen, igen. Tehát ez így közelről annyira nem látszik, de... De így most ide tennénk a tízemeletest, akkor... Ez nagyon durva. És akkor itt a lényeg nagyjából ez. Igen. Ez a mészkő. Aha. Tehát ezt így lerobbantjátok, és ekkora sziklák vagy darabok keletkeznek. Igen. És akkor nektek mi a lényeg mondjuk ennél? A cementgyártás az milyen? Nekünk az a lényeg benne, hogy a mészkőben magas legyen a kalciumtartalom, a kalciumoxid tartalom, és minél kisebb legyen a magnézium tartalom. A Vác környéki Naszály-hegységet alkotó mészkő ilyen, azaz magas kalciumkarbonát és alacsony magnéziumkarbonát, avagy dolomit tartalommal bír. Ellenpontként talán azért lehet érdekes megemlíteni Horvátország tengerparti részét, Dalmáciát, mert az ottani mészkő éppen dolomitban gazdag. Cementgyártásra így alkalmatlan, falazóanyagként, útburkolatként viszont előszeretettel használják, ahogy mindez a horvát tengerparti részeken mindenfelé tapasztalható. Itt tehát ezt a 200 millió éves úgynevezett dachsteini mészkövet lerobbantják, majd ha kell, a köveket még tovább törik, a feldolgozási lépések miatt ugyanis nagyon fontos, hogy az említett másfél méteres méret alatt legyenek a kövek. Egyébként a nyersanyag feldolgozási folyamatának az egyik lényege éppen ez, azaz a kő lépésről lépésre egyre kisebb méretre való aprítása. Gyárnak a heti igénye körülbelül egy olyan 25-30 ezer tonna jövesztett kőzetre tehető, tehát arra törekszünk, hogy egy robbantással egy ilyen 15 ezer és 30 ezer tonna közötti kőzetet mozgassunk meg. Jó, tehát, és akkor ez itt? Ez egy 1500-2000 tonna, tehát mondjuk egy robbantással ennek a tízszeresét mozgatjuk meg. És akkor ezt mennyi idő alatt használja a gyárcement gyártása? Hát... Most ez egy félműszakos termelés nagyságrendileg, tehát... Hát akkor ez nem lesz itt holnapra. Nem, ez valószínűleg nem lesz itt holnapra. Tehát egy nap körülbelül egy olyan 6-8 ezer tonna nyersanyagot továbbítunk a gyár irányába. De az egész, az így benne lenni így az év milliókban, azért az... Hát igen, tehát 200 millió év az 200 millió év. Tehát azt így emberi mértékkel felfogni generációkban lehetetlen.
A gyártókat egyébként komoly szabályok kötik arra vonatkozólag, miként kell a művelés alól már kivont bánya területeket rekultiválni, azaz az ottani őshonos állapotot visszaállítani. A naszály számos korábban művelésbe vont része is átesett már ilyen rekultiváción. A lerobbantott köveket a 7 köbméteres kanállal rendelkező brutális méretű homlokrakodók pakolják a szintén brutális méretű teherautók billencsébe, majd ezzel kezdetét is veszi a mészkő utazása. A teherautók először a kőtörő garatjához viszik a rakományt, majd bebillentik. A bányában a termelés minden hétköznap folyik, a gyárnak folyamatosan szüksége van alapanyagra, a teherautók így megállás nélkül ingáznak a bányaudvar és a bedöntő garat között. Itt borít be a bedöntő garatba. Azért most látszik, hogy mekkora hozzánk képest, és milyen picike volt ott a kráterben. Hát igen, tehát hatalmas. Látjuk, hogy mekkora kereke. Tehát, a kereke akkora, mint akkora, mint egy ember nagyságrendileg, igen. A törőbe a legnagyobb méret, amit be lehet borítani, az egy ilyen 1-1,5 méter közötti, és ezt törjük össze 10 centi alá, amit továbbítunk a távolsági szalag segítségével a gyár irányába. A bedöntő garat nyílása miatt lényeges tehát az előtörés a bányaudvarban, másfél méteresnél nagyobb kövek ugyanis nem kerülhetnek a törőgépbe. A kőtörés roppantással történik a garat alatti szinten két lépcsőben, elő- és utántöréssel. A törősor után egészen apró szemcsére tört mészkő, aztán szállító szalagon indul el lefelé a gyárba, de közben egy adott ponton becsatlakozik még egy másik fontos nyersanyaggal, az agyagbányából érkező szállító szalag. Ami a cementgyártásnak végül is az első konkrét lépcsője, az innen látszik is szépen. Igen, igen, tehát ott van az agyagbányánk. Mert hogy agyag is kell a cementhez. Kell. Tehát a agyagból van bevéve főleg az alumínium vas és a szilikátoxid. És akkor ez a két szalag, az agyagbányából jövő, meg a mészkőbányából jövő szalag ott találkozik. Igen, az ott találkozik. Tehát van a dóm, a dómtól van egy kis szalag, ami ráad a távolsági szalagra, és az anyag minőségének a függvényében tudjuk változtatni a keverékeket. A mészkőt és az agyagot, tehát a nyers keveréket már együttesen szállító szalag 2,5 kilométeres utazás után érkezik meg a cementgyárba. Na, a kő, ami az előbb még ami fönn volt a bányában, az hát halljuk is, hogy megérkezett ide. Ez már ugye itt agyag és mészkő együtt mellettünk. Igen, így van. Ez a gyáron belüli termékelőállításnak az első lépéscsőfoka, ahol most vagyunk. Zseniális ez a hely. Ez a homogenizáló tárló, kicsit egy repülőgép hangárhoz hasonló. Gyakorlatilag a bányában előkészített követ és a receptúra szerint összekevert agyagot és mészkövet, ahogy mondtad, itt tároljuk le és homogenizáljuk. És itt látszik, hogy milyen apróra őrölte meg fönt a kétszeri darálás, kétszeri őrlés az anyagból. Igen, ez feltétele a további technológiának, és akkor a következő lépés lesz a nyersliszt gyártás, ahol ebből a 0,80 mm-es frakcióból puderfinomságú szemcsét állítunk elő. A bányából érkező szállítószalag tehát ebbe a hatalmas hangárszerű épületbe fut be, ahol egy impozáns monstrum, ez az óriás kerekekkel rendelkező gép épít hatalmas hegyet a mészkő agyag keverékből. Ez a fajta készletezés, avagy felhalmozás azért lényeges, mert így akkor is biztosítható a technológia alapanyag igénye, ha a bánya éppen nem termel. A következő lépés a nyers liszt gyártás, de ehhez egy másik épületbe megyünk, a mészkő agyag keverék pedig szállító szalagon utazik fölöttünk. Az nem túl nagy meglepetés, hogy ahol liszt készül, ott malom is van. Ám hogy milyen malom, az már sokkal meghökkentőbb. Most egy malmot megnézhetünk belülről, nem ilyennek képzeltem egy malmot, és az a szerencsénk, hogy ez most nem megy és teljesen belelátunk. Ennek a működési módja az, hogy középen hullik be azon az ejtőcsövön a friss anyagkeverék, hullik le ide a tányérra, ami forog, egy motor forgatja, és a görgő és a tányér közötti forgó ütőerő elkoptatja, ledarálja az anyagot, és ennek végezetével a finom szemcséket a légáram elragadja, amit ide bevezetünk, leválasztja a finom szemcséket, és így képződik belőle a nyers liszt tulajdonképpen. És ugye nyilván ez fölmerül a kérdés, ezeknek az alkatrészeit milyen gyakran kell cserélni, feltételezem, hogy azért azok is használódnak rendesen.
Igen, mivel nagy koptató hatás van, ezért ezeket bizonyos üzemóránként fel kell hegeszteni, vagy a futófelületét kell cserélni ezeknek a görgőknek tányéra. Én nem ilyennek képzeltem egy malmot, őszintén. Nagyon jó. A görgős malomból, mert hogy ez a neve, a liszt finomságúra őrölt alapanyag, a nyers liszt levegőtransporttal kerül ebbe a magas toronyba, a nyers liszt silóba, ami tulajdonképpen már a cementgyártás legfontosabb lépésének, a forgókementés égetésnek az előszobája. Mi azt szoktuk mondani, hogy ez a cementgyártás lelke itt a gyáron belül. Ezzel a forgókemencével készítjük el a félkész terméket, a klinkert. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy 55 méter hosszú cső, ami 3,5%-os lejtésben van. Ezen keresztül adjuk be a hőbevitelt, ezt az 1500-2000 fokot az égőn keresztül, és ezáltal az kémiai reakciók végbe mennek, és elkészül a félkész termékünk, a klinker. A nyers liszt tehát a silóból a kemencébe jut. A kemence egy több mint 50 méter hosszú, enyhe lejtéssel bíró, tűzálló téglával bélelt acélcső. A lejtésnek és a viszonylagos lassú forgásnak, azaz a percenkénti 3-3,5 fordulatnak köszönhetően az alapanyag, vagyis a nyers liszt nagyjából fél órát tartózkodik a csövön belül, ahol klinkerré alakul. Hogy mi ez pontosan, arról nem sokára. A forgó kemencében 1500 Celsius fok van. Ez olyan brutális forróság, hogy a kemence pár méteres körzetében is szinte lehetetlen megmaradni, még úgy is, hogy a csövet hatalmas ventilátorokkal folyamatosan hűtik kívülről. Ha az eddigiekből még nem derült volna ki, akkor a továbbiakból majd biztosan kifog. A cementgyártás igen bonyolult és soklépéses technológia, az egymásra épülő folyamatokat pedig ebből a teremből irányítják. Az irányító központ falán megjelenített sok-sok grafikon egy laikus számára nem sokat mond, kivéve talán ezt az egyet. Ez a kemence hőtérképe, és ha más nem is, az remekül látszik rajta, hogyan változik a kemence hosszában a hőmérséklet, illetve, hogy a legnagyobb hősok, a vulkáni lávaszerű 1500 Celsius fok a cső közepén éri az anyagot. A forgókemencés égetés hatására tehát kialakult a jellegzetes szürkés színű, rögös golyócska, a klinker, ami már tartalmazza azokat az új klinker ásványokat, amik vízzel keverve meg fognak kötni a cementben. A klinkert hirtelen, levegővel történő hűtést követően ebben a klinker silóban tárolják a további felhasználásig. A gyárnak elsősorban tehát a kemence véget óriási a hőigénye. Ennek a hőigénynek mára egyre kisebb részét fedezik szénből és gázból, és egyre több tüzelőanyag származik olyan alternatív forrásból, amely képes helyettesíteni a nem megújuló fosszilis tüzelőanyagokat. Mi ezt a fa-papír műanyag keverékét használjuk, ami nekünk tökéletes tüzelőanyag, és tökéletesen helyettesíti az egyéb primér fosszilis tüzelőanyagaink. És akkor mi van még emellett? Van gáz, gondolom? Gázt a felfűtéshez használunk, de alapvetően, amit még használunk, kis mennyiségben az a petrolbox. Teljesen automatikusan működik a rendszer, embertől, embermentesen, úgymond, ahogy mondod, a beérkező anyagot átrakja a tárolótérbe, majd ahogy az operátorok a technológia igényei szerint kérik, úgy állítják be a mennyiséget, és a túloldalon pedig egy adagoló bunkeren keresztül hordjuk ki az anyagot. A cementgyártáshoz kapcsolt legerősebb sztereotípia talán az, hogy a folyamat brutálisan szennyezi a környezetet. Az tény, hogy a világ cementgyárai jelentősen hozzájárulnak a légkörbe kerülő széndioxid mennyiségéhez, viszont a megújuló forrásból származó helyettesítő tüzelőanyagok használatával a helyzet sokat javult az elmúlt évtizedekben. És az is tény, hogy az egyre szigorodó szabályok, például a kémények hatékonyabb szűrőkkel való ellátása miatt a környezet porterhelése közel nullára csökkent. Cementgyárak környékén még 25-30 éve is megszokott látvány volt a mindent, az épületeket, az utakat belepő cementpor. Nos, ez a jelenség Vácot például már egyáltalán nem tapasztalható, sőt a gyáron belül sincsen nyoma szállópornak. Na és akkor vissza a gyártáshoz.
Mivel nem csak egy felhasználási területre készül itt cement, a klinkerhez a végső, finomra örlés során a cementmalomban adagolnak még majd különböző ásványokat és adalékokat. Hogy pontosan mit és mennyit, azt az adott recept dönti el. Minden esetre a felhasználási volument jól érzékelteti, milyen óriási csarnokok szükségesek már csak ezen adalékanyagok tárolásához is. Amit így már most megtanultam a cementgyártással kapcsolatban, hogy itt minden nagy, gigantikus, hatalmas, nagyok a gépek, csak mindenből óriási halmok és kupacok vannak, mint például itt, ebben a tárolóban. Itt mit tároltok? Klinkergyártás után következő fázis a cementörlés. Itt tároljuk azokat a kiegészítő és adalékanyagokat, amelyeket hozzáadagolunk a klinkerhez, és együtt leöröljük őket. Gyakorlatilag ez lesz végeredményképpen a cement. És akkor ezek miért szükségesek? Mik ezek? Mondjuk egyet, kettőt nem kell mindegyiket. Itt előttünk a reagipsz látható. A gipsz az kifejezetten kötés szabályzó, azt hozzá kell adnunk a klinkerhez, különben gyors kötő lenne, illetve mészkövet látunk itt még előttünk. A mészkő az pedig egy adalékanyag, amit egyes cementfajtákhoz lehet adagolni. A szabvány szerint. Hát de mészkivel ott fent is találkoztunk, de akkor igen, ez másmilyen? Az másmilyen mészkő. Mészkő az alapanyaga a félkész terméknek, illetve a szabvány megengedi, hogy bizonyos százalékig egyes cementfajtákhoz aprított mészkövet, mint kitöltőanyagot adagoljunk hozzá. A cementgyártás utolsó lépése tehát a cement őrlés. Ennek során a cementmalomban a klinkert együtt őrlik a receptúra szerint hozzáadott adalékokkal. Mivel most éppen a legelterjedtebb cementtípusnak számító tiszta, úgynevezett Portland cement készül, kis mennyiségben kötésszabályozó anyagként ipari gipsz kerül a klinker mellé a malomban. Itt a golyós cementmalomban alakul ki tehát a jellegzetes púderszerű állag. Mivel a forgó malomtesten belül több száz tonna őrlő golyó dolgozik, a folyamat nagyon nagy zajjal jár. A következő lépés már a kiszállítás. Ennek alapvetően két módja lehet. Nagyobb építkezésekre és betonüzemekbe teherautókkal viszik el az ömlesztett cementet, míg a csomagolóban a hagyományos, talán legtöbbek által ismert papírzsákos cement, gépi, teljesen automatizált csomagolása zajlik. Itt van, amiért ma jöttem, ezért voltam ma itt. Azért volt nekem már dolgom így betonozással, meg cement, de nem sok természetesen, de ugye azért, amikor jóval nagyobbak és nehezebbek voltak régen a cementes zsákok, ez ahhoz képest pici. Nyilván azért, hogy még én is elbírjam, vagyis az ilyen nyeszlettebbek is elbírják. Valóban régebben 50 kilós zsákokban csomagoltuk a cementet, ma már ez csak 25 kilós, egy Európai Uniós szabályzás miatt 2004 óta ilyen mennyiség, ekkora mennyiségben csomagoltuk. Például azért, mert ugye sokat adják, veszítetik, kézbe kell hozni, vinni, és akkor ez így kényelmesebb legyen? Ez valószínűleg igen. Emberbarátabb, igen, erőkímélőbb. Testkímélő megoldás. Azért ez se könnyű. Úgy tudom, van egy bicska, legalábbis mutattad nekem, hogy akkor ezt most föl tudjuk nyitni. Ezt elkérem, hogy ha már itt ezt végignéztem az egészet, akkor az utolsó lépést is engedd meg nekem. Készültem. Kóstoljuk meg. Kóstoljuk meg. És az az érdekes, hogy még egyébként meleg, tiszta meleg az egész. Igen, elmondhatjuk, hogy most egy friss, igazi, ropogós, frissen legyártott cementet fogunk megnézni. Egy cementes zsákot nyitunk meg. Na, és akkor itt mit kell itt most el? Szépen porol. Ő a szürke cementpor. Tényleg, még amúgy igen, hát ugye láttuk abban a nagy forgó dobban, ott még nyilván 80 fokos volt, vagy ilyesmi? Igen, a cementörlés során még ilyen meleg a cement, aztán... Ezt most még most is érezni. Egy picit még lehet érezni. A betont alkotó összetevők a homok, a kavics, a víz és a cement közül, a cement biztosítja az összetartó erőt, itt nem kell különösebben részletezni, mennyire fontos az állandó és a magas cement minőség. Az üzem területén éppen ezért két laboratórium is található. A kisebb, de teljesen robotizált laborban minden fontosabb gyártási fázis esetében automatizált elemzéseket végeznek, míg a késztermék laborban értelemszerűen a késztermék paramétereit vizsgálják. A sok közül az egyik látványos teszt során állandó mennyiségű cementből, homokból és vízből cement habarcsot készítenek, amiből
kis próbatesteket gyártanak. Ezeket aztán különböző időpontban nyomószilárdsági és törési teszteknek vetik alá. Tekintve, hogy ellenáll a természet erőinek, jól alakítható és emellett viszonylag olcsó is, a beton a modern világ legelterjedtebb építőanyaga, de nyugodtan mondhatjuk azt is, a modern világ fejlődésének az alapja. A beton legfontosabb alkotója pedig a cement, ugye mondtam az elején, hogy fontos téma lesz. A videóm a Duna Dráva cement támogatásával készült.